vissza. Kancsérszki megy és rohan vissza Fehérrel együtt. Bátyus indít egyet, de rövid lesz a szél, visszanyomja egy kicsit a labdát. Horvát. Jó a váltás viszont, Mátyus vehet el. Fehér ügyesen engedi tovább, Illés gól! Ez az, megvan a vezetőgólunk az első fél óra végén. Illés kijavítja a hibáját, és megszerzi. Pető egy csellel indul meg. Elé állnak szabadrúgása javunkra, és ez mindig fejtörést okoz a litván védelemnek. Szokás szerint lisztes a labda mögött, és a hosszú oldalon mindenki, aki fejel. Korsós a védelmi tartalék hátul. Lisztes tehát e pillanatban, nem is rossz. Fehér ugrik közben, még ott alatt a Fehér, gól, 2-0. Szép volt. Horvát tette vissza a labdát, és Fehér a második gólját szerzi a válogatottban. A második félidő egyelőre még a gólok is hiányoznak. Pető fejeli el, Horvát tovább a levegőben, és ott marad a nagy lehetőség, Fehér, de nyugodtan gól, 3-0. Fehér második gólja, kihasználva a litván védelem hibáját. Azt akartam még mondani, csak megjátszani nem tudja Mátyus a labdát. Ma még azt is elbírja a magyar válogatott, hogy egyik másik tag nem nyújt maradandót. Még ez is belefér a képbe. Lisztes és a harmadik magyar szöglet, ha jól számoltam. Kapufa! Fehér! Nem megy el a kapuig! És most van bent! Szerintem Mátyus a gólszerző. 4-0. Horvátot ölelgetik, de úgy gondolom, hogy már hamarabb bent volt a labda. De hát a legfontosabb, amiért jött a csapat, azt teljesíti. Idegenben begyűjti a világbajnoki selejtező fontos 3 pontját. Ez a lényeg. Erről szól a történet. Mátyus mögött megint bujtkoz. Bujtkoz, gól! Mátyus összehozta, a sokadik hibája gólt eredményezett. Megvan a VB selejtezők első. Ajándék a fagyoskodóknak az éjszakában. De hát az olaszok elleni meccsen Mátyus le kellett cserélni, és itt ma nem játszott jól. Fehér, gyönyörű gól! Bravo! 1 percen belül itt a válasz! Fehér harmadik gólja a mérkőzésem. Potyognak a gólok, és a bosszúságot ott a szabad emberben Horvát lerántják 11-es. Újabb 11-es kap a magyar válogatott, Horvátot relántották, ez teljesen egyértelmű, és még egy sárgalap is. Így van. Nincs is vita róla. Nincs is vita róla. Semberász kap sárgalapot. Bodnár pedig bent van a pályám. Sok sikert, fiú. Lisztes lövi majd, kérem szépen. Lisztes még nem lőtt a válogatottban gólt. Ma 17-szer játszik. És reméljük szerencsésebb lesz, mint Illés Béla. Lisztes tehát, 6-1, beakad a labda a sarokba, ki sem jön. Méretes zakót mérünk a litvánokra.